Hozsanna és passió! Lelkesültség, önfelett örömújongás, tánc az egyik oldalon. Ünnepélyes búcsú, testi, lelki gyötrelem, tömény brutalitás a másik oldalon. Szolgálhatja-e, hordozhatja-e zene ezeket a történéseket? Az újongást, lelkesültséget minden bizonnyal. Ha mi magunk választhatjuk meg, hogy milyen zenét hallgatunk, akkor azt felüdülésnek érezzük, az jó. A másik oldal, a fájdalom, a gyötrelem hordozására a zene eredeti szándékát tekintve nem alkalmas. Ha sírunk is Mozart requiemjét hallgatva, az mégsem szenvedés, nem migrénes fejfájás. Az a sírással együtt is felemel, megtisztít. Mit is akarhat akkor egy énekes hangszeres passió? Egy jó előadásban előadó és befogadó fokozatosan egymásra hangolódik. Szavakkal nehezen leírható módon, de mégis határozottan átélhetően. Létrejön a kommunió. Előadóként arra vágyunk, hogy Jézus szenvedés történetét ilyen módon követhessük végig. Az előadók, evangélista, Smidélius Gábor, Stirling András és Szlávik Máté. Jézus, Komes Zsolt. Pilátus, Gellei Áron. Kaifás és a Ballator, Tahitót Levente. Péter és a Jobblator, Fábián Lőrinc. Júdás, Marcell Márton. Szolgáló, Nényei László. Kórus, Ecseri Gábor, Fejérdi Péter, Simon Dávid és minden eddigi szereplő. Fuvolán Simon Melinda és Tamás Judit, klavineten és orgonán Marcell Márton, gitáron Tahitót Levente és Simon Dávid, basszusgitáron Simon Dávid játszik. Gitározik és vezényel Komes Zsolt. A hangosítást Pacolt Gábor végzi. Jeruzsálem felé közeledett Jézus, amikor Betániában, Betfagé közelében, az olajfák hegyénél elküldött kettőt tanítványai közül, és így szólt hozzájuk. Menjetek tovább a szemközti faluba, találtok ott majd kikötve egy szamárcsikút, amelyen még senki soha nem ült. Oldjátok el, és vezessétek ide hozzám. S ha valaki szólna érte, ti ezt miért teszitek? Mondjátok, szüksége van rá az Úrnak. El is mentek, megtalálták a szamárcsikót az utcán, egy kapu elé kikötve. Eloldották, erre megjegyezték az ott állók közül. Ti ezt miért teszitek? Miért oldjátok el a szamárcsikót? Úgy feletek, ahogy Jézus mondta, erre elengedték. Ez pedig
pedig azért történt, hogy az írás beteljesedjék, amit a próféta mondott. Sion leánya harjad, nézd, királyod jön hozzád, szelíden és szerényen, Szamár háton ülve, az iga vonó állat csikóján. A tanítványok elvitték a csikót, Jézushoz vezették, köpenyüket ráterítették, s ő pedig felült rá. Az Úr nevében jön, Hozsanna!
az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, de ti nem akartátok. Beszélték, hogy tőrbe csalják, s elfogják Jézust, hogy megölhessék. De megjegyezték, ne az ünnepek alatt, hogy zavargás ne támadjon a nagy tömegben. S ekkor Júdás a 12-ből egy elment a főpapokhoz, és megkérdezte, mit adtok nekem, ha átadom őt? 30 ezüstöt fizettek neki, ő pedig kereste a helyet, az alkalmas időt, hogy kezükre adhassa mesterét. Kovásztalan kenyér ünnepének első napján Jézus megkérdezték tanítványai, hol készítsük el a húsvéti bárányt, hol akarod a vacsorát? Pétert és Jánost küldte, és ezt mondta nekik, mikor a városba értek, szembe jön majd veletek egy ember, aki vizes korsót visz. Menjetek utána, s a házban, ahova bemegy a ház urának, mondjátok ezt, a mester kérdezi, hol van az a hely, ahol tanítványaimmal a húsvéti vacsorát megehetem, s mutat majd ő nektek egy tágas emeleti termet, amely berendezve áll, ott készítsétek el.
Elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy előre mondta. Amikor esteledett, a 12-vel oda ment, belük asztalhoz telepedett, s vacsora közben Jézus így szólt. Vágyva vágytam arra, hogy veletek elfogyasszam ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek, mert mondom nektek, többé nem eszem belőle, amíg be nem teljesedik Isten országában. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt: vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből, addig, amíg el nem jön az Isten országa. Majd fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, nekik adta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, értetek adatik. Ugyanígy fogta a kelyhet, hálát adott, nekik adta, és így szólt. Igyatok e kelyből, mindnyájan, ez az én vérem. A szövetség vére sokakért ontatik, emlékül tegyétek. De valaki közületek elárul engem, bizony mondom nektek. Amikor ezt mondta, elszomorodtak, s kérdezték, talán én. Egy a 12 közül, aki együtt eszik velem, Júdás az áruló is megkérdezte, csak nem én vagyok az. Te mondtad, felelte Jézus, tedd, amit akarsz. Az ember fia ugyan elmegy, amint róla azt megírták, de jaj annak, aki elárulja őt, jobb lett volna, ha meg sem születik. Akik zsarnokoskodnak, közöttetek viszont ne így legyen, hanem a legnagyobb legyen olyan, mint a legkisebb, s aki elöljáró legyen olyan, mint a szolga, mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy az, aki felszolgál, ugye, hogy az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok közöttetek, mint a szolga. Kitartottatok mellettem megpróbáltatásaimban, nektek adom ezért az országot, amint atyám nekem adta, hogy asztalomnál egyetek és igyatok, és trónon ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Hitetekben mind megrendültök miattam ezen az éjjel, mert írva van,
megverem a pásztort, s a juhok szerte futnak. De előttetek megyek Galileába, miután feltámadtam. Ha mindenki megrendül is hitében, én akkor sem. Simon, Simon, a gonosz titeket elkért rostálni, mint a búzát, de hogy benned a hit, majd ki ne aludjék, imádkoztam, te érted, ezért testvéreidet te erősítsd meg, amikor megtérsz. Még ha meg is kell veled halnom, uram, nem tagadlak meg akkor sem. Uram, kész vagyunk börtönbe és halálba is veled menni. Uram, kész vagyunk börtönbe és halálba is veled menni. Uram, kész vagyunk börtönbe, sőt, halálba is veled. Mielőtt megszólalva a kakas, letagadod azt, hogy ismersz. Háromszor is, még ma éjjel mondom neked, Péter. Mikor elküldtelek titeket elszínt a résznya és saró nélkül, szenvedtetek-e bármiben hiányt? Nem semmiben, felelték. Most viszont akinek erszénye van, vegye elő, és táskája se maradjon el, s kinek nincs kardja, adja el köpenyét is vegyen. Be kell teljesednie rajtam annak, amit írtak, gonoszok közé sorolták. Mert teljesül az, amit én rólam írtam. Erre így szóltak, uram, van itt két kard. Jézus így felelt, elég. Aztán kiment és szokását követ, és ismerte azt. Oda és tanítványai követték, ezért hozzájuk akkor így szólt. Üljetek le, amíg tovább megyek, s imádkozom. Elvitte Pétert, Jakabot és Jánost, és rettegve, gyötrődve szólt. Halálosan szomorú az én lelkem, virrasszatok itt velem. Távolabb ment, leborult a földre, és így imádkozott. Atyám, ha lehet, vedd el e poharat, mert te mindent megtehetsz. De ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Visszajött és halva találta őket, Péterhez így szólt. Egy órát se
kész, de a test erőtlen, majd újra távolabb ment. Atyám a levelet vette le buharat, mert te amit akarsz, megteheted. De ne az én akaratom legyen, atyám, csak a tiéd. Tett hüvelyébe a kardot Péter,
mert azokkal, akik kardot fognak, kard végez majd. Vagy azt gondolod, nem kérhetném atyámat, hogy segítsen, és 12 000 angyalnál is többet adjon ma mellém. De hogyan telne be az írás, mi szerint így kell lennie ennek? Vagy ne igyam ki a poharat talán, amelyet atyám nekem adott? Mintha csak valami rabló volnék, úgy jöttetek ma értem, karddal és bottal, hogy elfogjatok, pedig én veletek voltam. A templomban, ahol tanítottam, és nap mint nap beszéltem, de a ti órátok ez, és a sötétség hatalmáé. Mindez azért történt így, hogy az írás beteljesedjék, akkor a tanítványok ott hagyták, és mind elfutottak, de egy fiatal követve mégis, aki csak egy inget viselt mesztelen testén. Elkapták, de ő az inget ott hagyva mesztelenül elfutott. A templom őrség s a katonák, akik elfogták Jézust, megkötözték, s először Annáshoz vitték. Ő Kajfás apósa volt, az pedig abban az évben a főpap. Ő tanácsolta azt is, jobb, ha egy ember hal meg a nép. Tanítványairól és tanítása felül faggatta Jézust, Jézus így válaszolt. Én nyíltan beszéltem, mindenki hallotta, mindig a zsinagógában, a templomban tanított, ahova minden zsidónak szabad bejárása van. Titokban semmit nem mondtam, miért kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit beszéltem, ők tudják, mit tanítottam. Pofon ütötte Jézust egy ott álló szolga, te így felelsz a főpapnak. A rosszat mondtam, bizonyítsd be a rosszat, ha pedig jót, miért ütsz engem? Azután, hogy ez történt, Annás megkötözve elvitette Jézust Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűlt a főpapság, az írás tudók s a vének. Péter követte Jézust távolról a főpap udvaráig. Bement, leült a szolgák közé, hogy lássa, mi lesz ennek a vége, és melegedett a tűznél, e közben a nagy tanács hamis tanúvallomást keresett Jézus ellen, hogy halálra ítélhesse, de nem talált. Sokan tanúskodtak ugyan ellene hamisan, vallomásuk mégsem egyezett, végül előáll kettő, s mondták, hallottuk, amit mondta, lerontom ezt a kézzel épített templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amelyet nem kéz alkotott. Főpap fölállt, és így szólt, semmit nem felelsz e vádra,
de Jézus hallgatott, s ekkor Kaifás középre állt, s így szólt. Az élő Istenre esküdj meg, és mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Te magad mondtad, de mondom nektek, az ember fiát látni fogjátok, amint ott ül a hatalom jobbján, s eljön az ég felhőiben. Tehát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok. Káromkodott, hallottátok, mi szükség van még tanúkra? Szóljatok, hát ítéljetek, mi legyen a sorsa. Bizony egy vagy, te is közülük elárul, ahogy beszélsz. Esküszöm, nem ismerem őt. Ekkor Kakas szóra virradt a hajnal, és Péterre nézett az Úr. Ő visszaemlékezett Jézus szavára, háromszor is megtagadsz. Kiment és sírni kezdett. Virradatkor a főpapok s a nép vénei együtt úgy döntöttek, hogy halálra ítéltetik Jézust, mikor Júdás az áruló látta, hogy halálát akarják, megbánta, amit tett, s visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak, s a véneknek, majd ezt mondta nekik. Bűnös vagyok, elárultam az ártatlant. Mi közünk hozzá a te dolgod? Erre a pénzt a szentélybe szúrta, elment, s felakasztotta magát. A főpapok fölszedték az ezüstöt, de úgy vélték. Nem szabad betenni a templomi kincstárba, hiszen vérdi. Majd döntést hoztak, a fazekas mezőt vették meg rajta. Temetkezési helyül az idegenek számára, ezért hívják ezt a mezőt még a mai napig is vérmezőnek. Így teljesedett be mindaz, amit Jeremiás megjövendőlt. Fogták a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, s a fazekas mezőért odaadták. Így mondta nekem az Úr.
Tessék a húsvéti bárányt. Pilátus ezért kijött az épület elé, és megkérdezte. Törvényetek szerint nekünk nincs jogunk arra, hogy bárkit is megöljünk. Jézus szava valóra vált, hogyan kell meghalnia. Pilátus bement, Jézust hívatta, hogy kihallgassa. Te vagy a zsidók királya, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Hát zsidó vagyok én, saját néved és a főpapok azok, akik a kezembe adtak, mit tettél? Az én országom nem világból való ország, mert ha országom innen való, akkor hát király vagy? Te mondod, hogy király vagyok. Arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek. Tanúságot az igazságról, mindaz, aki abból való, hallgat szavamra. Nem találok benne én semmiféle bűnt, de szokás elbocsátani egy foglyot ilyenkor. Hát akarjátok-e húsvét ünnepén, hogy elbocsássam a zsidók királyát? Veszed el, te bocsáss, szabadon arra bár. Aki engem átadott neked, nagyobb
a bűne. Pilátus szándéka az volt, hogy szabadon bocsáthassa el Jézust. Felesége is aggódva üzent, ne legyen semmi dolgod azzal az igaz ember. Sokat szenvedtem álmomban miattam. Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja, mert mindaz, aki magát királlyá teszi, a császár ellenszegül. A köves udvaron, melyet Gambatának neveznek a zsidók. Húsvét előtti nap volt készületi nap, délfelé Pilátus iszolt. Nézzétek, ő a királyotok! Vesszen el, feszítsd keresztre, feszítsd meg keresztre vele! Királyotokat feszítsen meg! Nincs más királyunk, csak a császár! Ennek az igaz embernek a halálához semmi közöm, ez a ti ügyetek. Vére mi rajtunk és gyermekeinken. Pilátus átadta nekik, hogy megfeszítsék, Jézus maga vitte a keresztjét, majd egy cirenei embert, aki éppen arra járt, Alexander és Rufusz apját, Simont megragadták, hazafelé tartott, de kényszerített. Amikor Jézus a Golgotára ért, amely koponya hely a zsidók nyelvén, megfeszítették és vele két másikat, egyet jobbról, egyet balról, középre meg Jézus feje fölé táblát, rajta a vád, a zsidók királya. Latin, görög, héber, írás a kereszten, közel a város, sokan olvasták, ezért a főpapok azt kérték Pilátustól. Ne azt ír a zsidók királya, hanem ahogy ő maga mondta, zsidók királya vagyok. De Pilátus így szólt, amit írtam, azt megírtam. Pávész nép nézte, fejét csóválva gyalázta, szállj le keresztedről, és hiszünk neked. Hé, te, aki lerontod Isten templomát, felépíted mását, szabadíts meg magad, ha a messiás te vagy. Ha Isten fia vagy, hát mentsen meg ő. És gúnyolta az egyik, vele megfeszített. Nem te vagy a Krisztus, hát ments ki minket is. De megfette társa, te nem féled az Isten, mi jogosan bűnhődünk, de ő ártatlan, és az
hozzád így szól, Jézus, emlékezz rám is, mikor uralmaddal eljössz. Jézus erre így szólt, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A katonák pedig, amikor megfeszítették, négy részre elosztották ruháit. Köntöse varratlan volt végig egy beszőve, ezért megegyeztek egymás közt, ne vágjuk el, inkább vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Teljesedett be az írás, amely így szól. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Jézus keresztje mellett állt, anyja és anyjának Kleofás felesége, Mária, valamint a Magdalai Mária is. Mikor meglátta anyját, s a szeretett tanítvány, anyjához Jézus így szólt. Asszony, nézd a te fiad, majd tanítványának ezt mondta. Nézd a te anyád! És ettől az órától fogva magához vette őt az a tanítvány. Délfelé a nap elhomályosult és sötét lett a földön mindenütt. Három órán át a föld sötétben volt, mikor Jézus így kiáltott. Éli, éli, lamma sabachthani, ami magyarul annyit jelent. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan ezt hallva megjegyezték, illé és hívja, nézd, hogy az írás egészen beteljesedjék. Jézus így szólt, szomjazom! Valaki elfutott és silány borral itatott át, egy szivacsot és nádra tűzte. Szájához emelte és így adott inni neki, a többi pedig így beszélt. Hogy csak, hadd lássuk, eljön-e illés, hogy megmentse. Miután megízlelte, Jézus ezt mondta. És fejét lehajtva kilelte lelkét. A szentély kárpítja elrekedté hasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megrendült, sziklák hasadtak meg, sírok.
társai, akik őrizték őt. Látták mindezt, s igen megrémültek. És így szóltak, bizony ez az ember Isten fia volt. Volt ott sok asszony is, akik messziről figyeltek, ők Galileából követték, szolgálták Jézust. Köztük volt Magdalai Mária, és Mária az ifjabb Jakab és József anyja és Szalomé. Mivel készületi nap volt, nem akarták a zsidók, hogy a testek még szombaton is a kereszten függjenek. Mert az a szombat nagy nap volt, kérték hát Pilátus, hogy töresse meg a lábszárukat, s vegyék le őket. A katonák oda mentek ezért, hogy eltörjék, a helenek feszítettek lábszár csonyt. Egyikük fogta láncsáját, s oldalába köpte, ahonnét azonnal vér és víz folyt ki. Aki ezt látta, tanúságot tett róla, és tanúsága igaz, s ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ez azért történt, hogy beteljesedjék az írás szava, csontját ne törjék meg. Az írás egy másik helye pedig így szól: fölnéznek arra, akit keresztül szúrtak. Száz fontnyit is,
Jézus testét gyöngybe tették, így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol Jézust keresztre feszítették, kert volt benne új sír, melyben még nem temettek. Előkészületi nap volt, közeledett már az ünnep, s mivel a sír közel volt, oda helyezték Jézust. József a sír volt elé, követ engedélyt, Galileából asszonyok követték s figyelték, hovács hogyan helyezték el Jézus testét. Majd illatos olajat és illatszereket vettek és hazatértek. Farizeusok és a főpapok összegyűltek Pilátusnál, és előadták. Uram, emlékszünk, ez a csaló, amíg élt, így beszélt. Három nap után feltámadok, parancsolj meg ezért, hogy a sírt még három napig őrizzék, nehogy tanítványait oda menjenek, és ellopják, majd azt állítsák. Feltámad a halottak közül, ez az utóbbi csalás, rosszabb lenne az előbbinél is. Van őrségetek, menjetek és őriztessétek, ahogy tudjátok. Azok elmentek, lepecsételték a követ és a sír elén, őrséget állítottak.
Köszönünk szépen mindenkinek mindent, köszönjük, hogy eljöttetek, és együtt emelkedhettük át ezt az órát.